45 tonnányi orvosságot és élelmiszert indított útnak az Európai Bizottság a gázai övezet felé. A humanitárius segítséget a belgiumi Ostende repülőteréről szállították Egyiptomba, ahonnan a Rafahi határátkelőn átkerül majd Gázába. Kaptunk egy listát a szükséges termékekről, egy folyamatos és összehangolt szállítást szeretnénk biztosítani Gázába, és fontos, hogy ne küldjünk szükségtelen dolgokat, mondta Pierre Tripon, a bizottság egyik logisztikáért felelős szakembere. A mostani szállítmány a szükségletek töredékét elégíti csak ki. Az izraeli kormány az élelmiszert, a vizet és a gyógyszereket beengedi, de az üzemanyag szállítását tiltja. Szükség van a benzinre, az áramgenerátorokhoz, a kórházak és a vízpumpák, valamint a pékségek üzemeltetéséhez, és azért is, hogy a segélymunkások mozogni tudjanak, és eljuttassák az ellátmányt az embereknek. Továbbra is kapcsolatban vagyunk mindenféllel, hogy ezt biztosíthassuk. Hívhatjuk ezt humanitárius ablaknak, humanitárius szünetnek, vagy tűzszünetnek is, mondta Janez Lenarčič, a bizottság válságmenedzsmentért felelős biztosa. Hétfőn az ENSZ biztonsági tanácsában nem tudták elfogadni azt a határozatot, amely a harcok felfüggesztésére szólított volna fel, ehelyett csak humanitárius szünetet kért több ország, köztük az Egyesült Államok is. Az ENSZ szerint egyébként Izrael felől is meg kéne nyitni két átkelőt Gázába, ahonnan az övezet északi része is elérhető lenne. Az északi részen is szükség van a humanitárius segítségre, csak úgy, mint délen. Az üzemanyagblokád nagyon nagy kihívás. Ezen múlik, hogy a teherautók eljutnak-e délről északra. A legkritikusabb most az, hogy akadálytalanul jusson el a segítség a rászorulókhoz, mondta Jamie Lesser, a Nemzetközi Vöröskereszt segélymunkása. Az EU légihídjával eddig összesen 8 szállítmányt juttattak el a régióba, a segélyakció heteken belül folytatódik majd.